A Jobbik azt javasolja, hogy dupla büntetés járjon a politikusoknak, az országgyűlési képviselőknek, honatjáknak és honanyáknak is, hiszen törvényhozóként még súlyosabbnak tartjuk a törvényekben nem tartását, mint egy átlagember esetében. A Fidesz csak most zárta ki soraiból ezt az embert, pedig, ami nem jelent meg a hírekben, azonban nagyon fontos róla beszélni, hogy nem csupán Fidesz tag volt, hanem egy országos tisztségviselő is, az országos választmány alelnöke. 2013. október 15-én, tehát néhány héttel ezelőtt, azt olvashattuk a Magyar Nemzet online-on, és a hírtelevízió is arról számolt be, hogy megerősítették az országos választmány eddigi alelnökeit tisztségükben, tehát azok után, hogy nyilvánosságra került Balog József gaztette, a Fidesz országos választmánya megerősítette alelnöki tisztségében ezt az embert. Emlékezhetünk arra is, hogy Lázár János Fidesz alelnök nyáron egy rádió műsorban azt mondta, hogy mi köze a pártnak ahhoz, hogy magánéletében ki mit csinál. Azt hiszük, hogy ezek a kijelentések és az, ahogy a Fidesz országos választmánya eljárt, ez tűrhetetlen, és nem csak most kellett volna a pártjukból kizárni, hanem azonnal, amint a párt tudomást, tudomást szerzett arról, hogy mit követett el. Azon kívül, hogy a dupla büntetést a politikusoknak elvet vallja a jobbék, további javaslataink is vannak. Elsősorban a visszahívhatóság kérdését veti fel ez az eset is. A jobbék a 2010-es választási programjában is tett amellett, hogy attól, hogy egy képviselőt megválasztanak az országgyűlés tagjává, négy évig ne követhessen el következmények nélküli politizálást, ne lehessen felelőtlen, ezért stílszerűen Novák előtt képviselőtársammal benyújtottunk egy alaptörvény módosító javaslatot, amelyet ki is osztok önöknek, ebben javasoljuk azt, hogy az országgyűlési képviselők visszahívhatók legyenek.